Orbán hozzátéve személyesen kérte a minisztertől, hogy a családorvosok és a járóbetegrendelő intézetekben szolgálatot teljesítő orvosok is kapjanak fertőtlenítőszereket és egészségvédő felszereléseket. A miniszterelnök ugyanakkor hangsúlyozta, ha nem hoztak volna nagyon szigorú karantén intézkedéseket, már sokkal elterjedtebb lenne a járvány. Szerintem hatásosnak bizonyult az iskolák bezárására vonatkozó intézkedés, és végezték a vírus terjedését a fertőzöttek esetében mindig a kiállítani vizsgálatok is. Ludovik Orbán kiemelte, a halálozás jelenleg kisebb, mint más országokban, és az elmúlt fertőzöttek általában más betegségekben is szenvedtek. Hozzátette, a diagnosztizálási képességeink voltak korlátozottak, Románia nem készülve erre. A miniszterelnök szerint jövő évtől sikerülni fog napi 2000-rel növelni a tesztelések számát. Jövő év május 31-ig hosszabbította meg a kormány az ütközési utalványok érvényesség idejét. A COVID-19 vírus okozta járvány miatt sürgősségi kormányrendelettel szabályozzák az alkalmazók által kibocsátott ütközési utalványok felhasználási határidejét. A válság lejárta után a romániai turizmus fellendítésében is szerepet vállal a kormány, nyilatkozta ma a Vérdő Popescu gazdasági miniszter. A kabinet sajtóban tájékoztatja a lakosságot, hogy az idei utalványokat kizárólag digitális formában bocsátják rendelkezésre. A kormány indoklása szerint ezzel a jogosultak biztonságát akarják szolgálni, ugyanakkor a vakációs jegyeket kibocsátók kérésének tesznek eleget. Véradásra szólítja fel az embereket a Jalomica megyei véradó központ. Jelenleg a véradókat szigorúan vizsgálatoknak vetik alá, csak azok adhatnak vért, akik az elmúlt egy hónapban nem jártak külföldön, és nem érintkeztek olyan személyekkel, akik külföldön jártak, vagy intézményes, esetleg otthoni karanténban tartózkodtak. A koronavírus járvány és a kijárási tilalom miatt a véradók száma napról napra csökken. A Szlobodiai megyei transzfúziós központ 30-szoros véradószám visszaesésről számolt be, amely napi 7-8 személlyel kevesebb véradót jelent. A visszaesés az egészségügyi rendszer stabilitását is fenyegeti. A hatóságok azt kérik a véradóktól, hogy a megszokott protokoll szerint jelentkezzenek a transzfúziós központoknál, és tartsák be az aktuális előírásokat. A véradóknak szükséges magukkal vinni őket, készítik nyilatkozatot, amelyek feltüntetik érkezésük okát. A saját és az egészségügyi személyzet biztonsága érdekében a vérvétel előtt a donorok több szűrőn is átesnek, hogy elkerüljék a koronavírussal való megfertőződés veszélyét. Nagy szabású ellenőrzéseket tartanak a Temes megyei hatóságok. Azt vizsgálják, hogy a munkáltatók betartják-e a koronavírus járvány miatt hatályos munkavédelmi előírásokat. Az utóbbi időben számos ezzel kapcsolatos panaszt kapott a Temes megyei munkaügyi felügyelőség. Több mint 200 nagyvállalatot ellenőriznek, azt vizsgálják, mennyire tartják be a COVID-19 vírus terjedését megelőző intézkedéseket és a járvány idejére érvényes munkavédelmi előírásokat. Ellenőrzik többek között az alkalmazottak szállítását, valamint a váltásokat, amelyeket úgy kell alakítani, hogy minél kevesebbet találkozhassanak a munkások. A megyei munkaügyi felügyelőség vezetője Pável Kásai elmondta, a védelmi felszerelés, kesztyűk, maszkok biztosítása is a munkaadó feladata. A mostani ellenőrzések alapján úgy tűnik, a cégek betartják az ellenírásokat, de rengeteg visszaélésű korontanak érkezik az alkalmazottak részéről. Felmondanak nekik fizetetlen szabadságot, pihenő szabadságot küldik őket, foglalta össze a leggyakoribb gondokat a hivatal vezetője. A Temes megyei munkaerőpiac komoly változásokon megy át, eddig munkaerőhiány volt a megyében, az utóbbi napokban azonban több százal nőtt a munkanélküliek száma. Több nagyvállalat, köztük egy 200 alkalmazottas műtógyár és a legnagyobb felesvári munkaadó, az 1400 alkalmazottas műtógyár és a kényszer szabadságot tűzte a munkásait. Online biztonsági szakemberek azt javasolják a polgároknak, hogy amennyiben el kell hagyják otthonukat, csak azokról a honlapokról töltsék el szükséges műlapokat, amelyeket a hatóságok működtetnek, jelenkező esetben megtörténik, hogy a személy adatait megengedhetik. Szerintem a román rendőrség bűnmegelőzési intézetének igazgatója elmondta, az elmúlt években a személyes adatokkal való közérkedés ennek kifizetődő közvetlen a virtuális térben. A felhasználóknak tudni kell, hogy amennyiben az adataikat saját akaratukból adják meg, ezeket csalásokra is fel.
megbetegedést 176 országban és területen mutatták ki. A diagnosztizált esetek száma nem tudhatóan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a felvételendő beteg száma, valamint a számoltatás kritériumai is különböznek egymástól. Az Egyesült Államokban a vírus fertőzöttek száma meghaladta a Kínában regisztrált fertőzöttek számát. A Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint ennek értelmében az Egyesült Államokban 82.404 fertőzést diagnosztizáltak az otikus koronavírussal, míg Kínában 81.782 a regisztrált fertőzöttek száma. Európában is egyre súlyosabb a helyzet, aggasztóan nő a halálos áldozatok száma. Olaszország és Spanyolország is tegnap több mint 207.000 halottról számolt be. Németországban 42.000-re nőtt a fertőzöttek száma, de csak 253 halálos esetet regisztráltak. Franciaországban 14.000 koronavírus tartanak számon, 3.400 beteget az intenzív osztályokon ápolnak. 46.000 euróért kellett a legnagyobb gyémánt, amelyet valaha eladásra bocsátottak romániai aukción. A 8,79 karátos brilliánsért online árverésen fizettek ennyit. Az aukció több mint 230 tételből áll. A legértékesebb darab, amelyet a szakemberek 100 és 150.000 euró közötti összegre becsültek, nem kelt el. A First Exclusive ékszermárka nyakláncáról és kőzavalójáról van szó. A 20. karátos ékszer 115 gyémát készíti. A felmelegedés adás közvetlenben változékony ég volt mellett több órás napsütéseit számíthatunk. A légmozgás gyenge mérséklet van a hegyekben néhol felerősödik. A csúcsértékek 16 és 17 fok között alakulnak. Ezek voltak fontosabb híreink. Köszönjük figyelmüket, a Román Rádió Aktualitás csatornájának híreit hallották. Kisbaszonban, Benedekerek emlékházánál, FM 106,8, a Mi Rádió. Reklám. Egy ügyes vállalkozó vagy gazda mindig tudja, hogy milyen következő lépés, hogyan fejleszte vállalkozását, ezért időben felkészül és bátran belevág egy újabb uniós vagy más pályázati lehetőségre. A jó ötlet az övé, a kitelezés támogatását pedig kitarás, láb, hiteles megoldások. Reklám hangzott el. Szervusztok fajtások, Sármási Bocskai János köszön benneteket, a műszaki csapattársak nevében is. A Kicsi Gesztenye klubdalával indítjuk műsorunkat, bízunk benne, hogy velünk rádióztok a következő 20 percben. Műsorunkat felvételről sugározzuk. Szingó rengő, szilingelő zengő, zengő bongó, borongó harangszó,